Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Heti TV hírműsorát látják. A magyar kormány közép-európai szövetségépítésben gondolkodik, ilyen politikát folytat, ezt mutatta a múlt heti budapesti V4 csúcs találkozó. Orbán Viktor miniszterelnök keddi bécsi látogatása, és ebbe a sorba illeszkedik a jövő heti budapesti magyar-szerb kormányülés is, közölte Lázár János, a miniszterelnökség vezetője a 108. kormányinfón, amelyet Kovács Zoltán kormány szóvivővel együtt tartott. Az eseményen a Heti TV is feltette a kérdéseit. A Heti TV megkérdezte a kormány véleményét a budapesti közlekedés fejlesztésével kapcsolatban. Lázár János korábban azt mondta, amennyiben a jelenlegi kormánypártok kapnak bizalmat a választóktól tavasszal, úgy a fővárosi közlekedést rendbe teszik. Erre kérdezett rá a Heti TV, hogy ez jelenti-e az akadálymentesítést is. Lázár János határozott igennel felelt erre a kérdésre. Ugyancsak megkérdezte a Heti TV, hogy mit tervez a kormány azzal a helyzettel, ami most Szíriában zajlik, a Magyarországon élő kurdok egyesülete levele kapcsán. Ebben az áll, hogy több mint egy hete a török hadsereg Erdogan elnök parancsára nem valós érvekre hivatkozva támadásokat kezdett intézni a szíriai Kurdisztánban található Afrin város ellen. A hadsereg már egy hete, de ideig sem tudott tényleges erőlelépést tenni a NATO majdnem legerősebb tagjaként, és az oroszok jóváhagyásával együtt sem. Az Olajfa nevezetű török katonai hadművelet újból több százezres menekült hullámot indít el, illetve megsemmisül az infrastruktúra és a műemlékek is, valamint több száz civil ember halálát okozta. Lázár János ismertette, ezt az esetet egyfelől a NATO-n belül kell kivizsgálni, a menekültek ügyében pedig a magyar kormány a Genfi konvenciónak megfelelően jár el, ahogy eddig is tette. A Heti TV rákérdezett egy 2017. novemberében Miskolcon történt esetre, amikor is több gyerek kórházba került, mert emberi tévesztés következtében nem megfelelő hatóanyagtartalmú kúpot állítottak elő egy patikában. Ennek kapcsán elhangzott még, hogy az Európa Tanács már 2011-ben javaslatot tett a tagállamok kormányainak, hogy bizonyos irányelveknek megfelelően a nemzeti keretrendszereket figyelembe véve módosítsák a gyógyszertárban készített, azaz magisztrális gyógyszerek előállítására vonatkozó szabályokat. A Heti TV kérdése így szólt, mikortól tervezi a kormány ennek vagy az ehhez hasonló rendszerek bevezetését annak érdekében, hogy a Miskolcihoz hasonló eset ne fordulhasson elő. Lázár János válaszában elmondta, tárgyalásokat kezdeményez a közeljövőben a Magyar Gyógyszerészkamara illetékeseivel. A kormányinfón elhangzott még, Orbán Viktor és Sebastian Kurz osztrák kancellár tárgyalását a miniszter eredményesnek, sikeresnek minősítette, azon jelezte, minden kérdés szóba került. A schengeni határ megvédésével kapcsolatban alapvető érdeknek nevezte, hogy Ausztriával szoros biztonsági együttműködés alakuljon ki. Paks 2 ügyében Lázár János azt mondta, Magyarország tiszteletben tartja Ausztria atomellenes álláspontját, azonban bízik abban, hogy az Európai Bizottság és Bécs vitája után sikerül együttműködést kiépíteni a két ország között az atomerőművel összefüggésben. A miniszterelnökséget vezető miniszter helyszíni tapasztalatairól beszámolva azt mondta, napi szinten 2-3 óránként próbálják illegális bevándorlók átvágni a határkerítést hidegvágókkal. Ha nem lenne a dupla kerítés és az élőerős védelem, nem 30-50-en kísérelnének meg egy nap bejutni az ország területére, hanem folyamatosan lennének próbálkozók, közölte a tárcavezető, aki azt is jelezte, a tranzitzónába visszakísért migránsok nem menekültek, eszükágában sincs beadni a kérelmet. 400 millió forint értékű felhívást írt ki a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány a Magyarországi Zsidó Temetők rekonstrukciójára. A felhívást az Európai Kulturális Örökség részét képező Magyarország területén található, illetve fellelhető, jelenleg gondozatlan, elenyészőben lévő zsidó sírkertek, sírhelyek rekonstrukciójára írták ki. Célja továbbá a kulturális örökség megismerésének, védelmének, megőrzésének ösztönzése minél szélesebb társadalmi részvétellel. A Magyarországon mintegy 1550 zsidó temető található, ezek felújítására nyílt meg a támogatási lehetőség. Ahol korábban zsidó temető volt, de ennek már nem láthatók a nyomai, az elhunytak emlékének megjelölésére és megőrzésére nyílik lehetőség, kegyeleti park létrehozására, illetve emlékjel vagy épületen emléktábla elhelyezésére. Külpolitikai híreink.
Lengyelország érdeke a történelmileg igazságtalan támadások elleni védekezés, valamint az is, hogy minél gyorsabban megegyezésre jusson Izraellel, jelentette ki Jaroszláv Govin, lengyel miniszterelnök helyettes az Izrael és a zsidó szervezetek, illetve Varsó között a holokauszttal kapcsolatban viszályt keltő, eredeti szándéka szerint Lengyelország jó hírnevének védelmét célzó törvény kapcsán. Amíg a lengyel államfő jóváhagyására váró törvényt a Szejm után csütörtökre virradóra a lengyel szenátus is megszavazta. A lengyel kormány főhelyettes a TVN24 lengyel kereskedelmi hírtelevízió érdeklődésére reagált Heather Nauert amerikai külügyminisztériumi szóvivő nyilatkozatára, aki a szenátusi vitával egy időben aggodalmának adott hangot, egyebek között amiatt, hogy szerint a jogszabály csorbíthatja a szólás és a történelmi vita szabadságát. Govin leszögezte, Lengyelország a törvénytervezet vitája közben akaratlanul egy nagy nemzetközi konfliktusba keveredett. Szerinte a lengyel állam érdek egyfelől az, hogy az országot megvédjék a történelmileg teljesen igazságtalan támadásoktól, másfelől, hogy minél gyorsabban megegyezésre jusson Izraellel és a zsidó szervezetekkel világszerte. Az amerikai állásfoglalást Varsó tudomásul veszi, mondta Govin, hozzáfűzve, Lengyelország törekedni fog arra, hogy az ügyet a legközelebbi napokban, hetekben, legkésőbb hónapokban megoldják. Petro Poroshenko ukrán elnök szerint nem felel meg az ukrán-lengyel stratégiai partnerség alapelveinek az az új lengyel törvény, amely amellett, hogy büntetni rendeli az olyan kijelentéseket, amelyek szerint lengyeleknek részük volt náci-német háborús bűncselekményekben, megtiltja az ukrán nacionalista ideológia hirdetését és szankcionálja a Volinyi mészárlás tagadását is. Pavlo Klimkin, ukrán külügyminiszter később a Twitteren közzétett bejegyzésében kijelentette, hogy a lengyel parlamenti képviselők az általuk elfogadott jogszabályban az ukrán nacionalisták bűnei megfogalmazással erősítik az egyoldalú sztereotípiákat. Voltak éppen az ukrán nemzetet kiáltják ki bűnösnek, és ez válaszreakciót provokál. Szavai szerint sehová sem vezet, ha bármely nemzetet bűnösnek minősítenek. A törvény szerint nem a történelmi igazságról szóló párbeszéd, hanem a mítoszgyártás irányába mutat. Bocsánatot kért közösségi oldalán Mihály Tudose volt román miniszterelnök mindazon közösségektől, amelyeket félreérthető kijelentésével megsértett. Tudose egy január 10-i tévéműsorban egy hasonlat révén áttételesen akasztással fenyegette meg az autonómiát igénylő erdélyi magyarokat. A pártján belüli hatalmi harc nyomán nemrég lemondatott politikus közösségi oldalán azt írta, kijelentésével az állami jelképekről szóló törvények betartásának szükségességére utalt, és a törvény betartásával kapcsolatos felelősségükre akarta figyelmeztetni a köztisztviselőket. Gazdasági híreink. Tavaly 4%-kal több, közel 4,2 millió vendég kereste fel a budapesti fürdőket, a bevételek pedig meghaladják a 13 milliárd forintot, ami 14%-os növekedés az előző évhez képest. A fürdőket üzemeltető társaság tájékoztatása szerint a kitűnő eredmény elsősorban a folyamatos fürdőfejlesztések és a kedvező nyári időjárás eredménye. Tavaly az összes állandó fürdő vendégforgalma magasan túlteljesítette az előző év azonos időszakát, közöttük kiemelkedett az egész évben nyitva tartó Paskál fürdő több mint kétszeres, és a Csillaghegyi fürdő 25%-os növekedéssel. A fürdők közül a legnagyobb forgalmat 2017-ben is a Széchenyi gyógyfürdő bonyolította, amely 2017-ben a budapesti gyógyfürdők sorában először megszerezte az Európa Spa minősítést termálfürdő kategóriában. A fürdő a napi egyes forgalmát közel 8%-kal növelte, csaknem 1,6 millió vendéget fogadott. Ez a társaság összforgalmának több mint 35%-át teszi ki. Sporthíreink. A nevezési határidő zárultával eldőlt, hogy az Egyesült Államok küldi a legtöbb sportolót a jövő pénteken kezdődő pjongcsangi téli olimpiára. A szervezők tájékoztatása szerint 92 országból rekordot jelentő 2925 versenyző vehet részt a játékokon. Az amerikaiak 242 fővel képviseltetik magukat, a házigazda dél-koreaiak 144 sportolót neveztek, míg Magyarországról 19-en jutottak ki az eseményre. A téli olimpiák történetében először küld sportolót Ecuador, Eritrea, Koszovó, Malajzia, Nigéria, valamint Szingapúr. Híreinkről bővebb információt a www.braillardpress.com, illetve a hetitv.com-on olvashatnak. Én köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!
Csak megérkezett a megígért eső, legalábbis Pestre hajnalban befutottak a felhők, és ma ismét kettős fronthatás jellemzi az ország időjárását. Köszöntöm a kedves nézőket! Téliesre fordul így februárra az évszak, lehűlés kezdődik a hétvégén. Ennek bemelegítője a mai csapadékos, szeles, hűvös idő, mely az egész országra kiterjed, és főleg délután lehet szükség majd az esernyőre. A nyugati részeken havas eső, a hegyekben havazás várható, 5 fokos lesz az országos átlag. Beköszönt a szombat, borult idő várható, sokfelé csapadékkal, a Dunántúlon inkább hó, a középső tájakon hó, eső, havas eső vegyesen lehet, mi keleten folyékony lehet a halmazállapot, többfelé erős, olykor viharos lesz az észak-nyugati szél, markáns hidegfront érkezik, 1-7 fok közé esik vissza majd a hőmérséklet. Ettől független, teljesen jó a hétvégéjük, várom önöket hétfőn, viszontlátásra!